Oh, Dale. Jó napot, főnök. Jó napot. Ha maga már megint. Csak munkát szeretnék, kérek, vegyem már fel. Nem, 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 és nem. De kérek, főnök. Minden már megint bunyózni? Na hagyjál már. Emlékszel 2 héttel ezelőtt? Majdnem. Miért? Majd ne kérdezz már, hogy miért. Bunyóztatok. Eskü előtt 4 nappal. Sőt, nem is 4 nappal, hanem 3 nappal. De kérek, főnök, vegyem már fel. Nem, nem. Na szóval, a kollégák, mi legyen? Kivel? Rolanda. Szerintem adjunk neki egy kis plusz egy esélyt. Egy utolsót. Jó. A szerencsére, hogy a kollégákat kikérdeztem. Ha még egyszer merem látni, hogy valaki összetűzésbe kevetsz, akkor a soha viszont nem látásra lesz. Betartom. Megígéred? Igen. És be is tartod? Be. Elmehetsz. Nyomás dolgozni. Atya. Aj, mi a fene van már? Jó napot kívánok, főnök! Már maga is? Most mi van? Én vagyok mindenkinek munkaügyi központja, annyi a túró. Kérlek, vegyél már fel vissza. Nem. Miért? Csak azért nem emlékszel 2 héttel ezelőtti esetről? Így félek 2 héttel ezelőtti eset. Aj, még emlékszel? Még nem is emlékszel? A köztetűzésből követett 10 éve. Imré, vagy mi az Rolanda, na. Esküvő előtt 3 nappal, mi? De kérlek, vegyem már vissza. És akkor mi volt, hogy teszek rá az esküvőre? Talán nem vagyok hülye? Vagy csak tévedek? Kérek, főnök, vegyem már vissza. Nem, nem, és nem. Minek? Mert azért kell a sok pénz. Ha-ha-ha! Sok pénz, mi? Majd te kapsz a segélyt a polgármestertől. Hányszor szóltam rátok, hogy ne verekedjetek esküvő előtt? 3 nappal. Erre mi van? Mit kaptam én válaszul? Teszek rá az esküvőre. Ezt mondtad. Vagy Roland, vagy te mondtad. Teszel rá az esküvőre. És engem nagyon kiborított. De, főnök, szeretnék újra dolgozni. Kell a sok pénz. Eladósodtam. Azt engem hol érdekel, hogy eladósodtál, vagy sem? Mondtam, hogy aki verekszik, annak kirúgás lesz a vége. Úgyhogy nem tartottad be. Ennyi. Ugyanúgy vonatkozik a pajtásodra, a Rolandra. És mi, most árulj már ne! Most miért kell verekedni egy nő miatt? Ha már megcsalt vele. Nem elég, hogy összetűzések vetettek januárba. Akkor szétvertétek majdnem a bankot. Le is vertétek a homlokzatot. Meg izé... piros ketchup fürdőt rendeztek. Mi ez a piros ketchup? A vér.
Úgymond a piros ketchup. Ha már gyerekek is néznek bennünket, nem? De. Úgymond a most piros ketchup. Ha már a ketchup eleve nem piros. Úgy mondom, ketchup. Na jó van. Szerintem adjuk neki is egy plusz esélyt. Na jó van. Ez volt az utolsó. Úgy ahogy szólok, Rolandot is figyelmeztetem előre. Ha megtudom, hogy valaki vagy te Roland összetűzésbe keveredsz, akkor neked is soha viszont nem látása. Na, gyerünk dolgozni. Oké. Okay. De szép napunk van. Iszok kávét. Fúj, ez keserű. Na jó, meg kávémba rakok egy cukrot, mert ez irtózatosan keserű. Aj. Ah, menjek arrébb. Nem jó kávé. Na, hogy az keserű, csak elfelejtettem cukrot berakni. Mindenkinek nagy a mázlia. Keserű kávé, cukor. Samu, te nem szoktál elfelejteni cukrot berakni a kávédba? Hát igen, csak. Hát én nem. Ó, te szent angyal vagy, vagy mi? Na. No.